Köszöntöm a tévéképernyő előtt ülőket. Mai vendégünk Ferenczi Péter Tamásné, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda pedagógusa. Szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőséget, és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ön nemrégiben egy rangos városi elismerést vehetett át, ami pedig a Karcagváros kultúrájáért díj. Mielőtt erről beszélgetnénk, szeretnék egy pár kérdést föltenni önnek a hivatásáról és a pályájáról. Mikor döntött el, hogy pedagógus lesz? Azt hiszem, hogy ez valahogy mindig bennem volt. Azok közé, az emberek közé sorolom magam, azok közé a pedagógusok közé, akikben van valamiféle öröktől adódott elhivatottság. Soha nem fordult meg más a fejemben. Mindig is pedagógus pályára szántam magam, vagy készültem, egészen kicsi korom óta. Ezt akár óvodás korom óta érthetjük, bár akkor még gondolom, hogy nem tudatosan, de amikor nyolcadikos lettem, és középiskolát kellett választani, akkor már a tiszafrudvári óvónőképzőt választottam, mert abban az időben még volt középfokú óvónőképzés, és ebbe az iskolába felvételt nyertem, és itt kezdődött igazán tudatosan a pedagógus pályára való készülésem. Óvónőként kezdte a pályáját? Nem, mert az érettségi után a debreceni református tanítóképzőbe felvételiztem, és ott folytattam a tanulmányaimat. A családjában esetleg van-e más pedagógus is, vagy van-e pedagógus példakép? Nincsenek pedagógusok a családomban, de azok a kiváló tanárok, sőt az óvónénieimet is említhetem, olyan kiváló pedagógusok vettek körül mindig, hogy az ő példájuk az mindig előttem jár, és járt is. Úgyhogy szerencsés voltam ilyen szempontból, hogy jó iskolákba járhattam, és kiváló pedagógusok vettek körül. Mikor kezdte a tanítást? A diplomám megszerzése után, a tanítói diplomám megszerzése után Törökszent Miklóson kezdtem tanítani, de ez is egy ilyen gondviselésszerű történet volt, mert a főiskolán olvastam egy hirdetést, ami szerint Törökszent Miklóson óvónői végzettségű és énekszakkollégiumi végzettségű tanítókat kerestek. És miután itt a szülővárosomban abban az időben pont nem volt megüresedő tanítói hely, ezért úgy gondoltam, hogy ez az állás rám lett kiírva, így aztán megpróbáltam, beadtam a jelentkezésemet, és igazából ott kezdtem el tanítani, Törökszent Miklóson, a főiskola végzése után, majd egy másfél év múlva a gyermekeink születése környékén hazaköltöztünk Karcagra, és miután a fiúk már oda cseperedtek, hogy ők is beléptek a közoktatásba, onnastól kezdve itt Karcagon tanítottam a református általános iskolába, és tanítok a mai napig is, és még remélem, hogy sokáig tudok. Milyen korosztályt tanít? Elsősorban első és másodikos gyerekeket szoktam tanítani, ennek a legtöbb örömével és a legtöbb izgalmával, és ezen kívül az ének szakkollégiumi végzettségem alapján felsőben is szoktam osztályokat tanítani ének tantárgyból. Emellett pedig az iskolai énekkar vezetése is még a feladatom, amit nagy örömmel látok el.
miben más a kicsikkel foglalkozni, a kicsiket tanítani, mint esetleg a nagyobb korosztályokat? Én úgy érzem, hogy a kicsikkel még sokkal bensőségesebb kapcsolatot ápolhat egy tanító, mint aztán a nagyobbakkal. Bár ez a cél egyébként, hogy megtanítsuk önállóságra a gyerekeket, és próbáljuk kibontakoztatni azokat a képességeket, azokat az adottságokat, amik bennük vannak, és minél inkább önállóan gondolkodó, önállóan munkálkodni tudó fiatalokat neveljünk belőlük. Hány éve van a pályáján? 95-ben szereztem meg a diplomámat, úgyhogy lassan 30 éve a pályán vagyok. És ön hogyan látja, hogy valóban másabbak a mostani gyermekek, mint ezelőtt esetleg 10-20 vagy akár 30 évvel? Igen, ennyi idő alatt is látszik már, hogy egészen mások a gyerekek. A gyorsan változó világunk hatására, persze ez manapság már közhely ilyet mondani, de valóban így van. De mi is változunk. Mások, mi felnőttek is, és mások a családok, mások a gyerekek, mások azok az adottságok, amikkel érkeznek az iskolába, de ezt figyelembe kell vennünk, és ehhez mérten kell alakulnunk nekünk is, és ehhez mérten kell alakítanunk azokat az eljárásokat, azokat a munkafolyamatokat, amiket alkalmazunk az iskolában. Én azt gondolom, hogy fejlődnünk kell, és ezt értem az alatt, hogy alkalmazkodnunk kell a változásokhoz, viszont örök értékeket őriznünk, azt muszáj, mert a változások ellenére vannak olyan örökérvényű dolgok, amik állandóak, és ezekre vigyáznunk kell, hogy ezeket megtartsuk. És ilyen az, hogy őszinte legyen az ember, másokhoz úgy forduljon szeretettel, ahogyan azt ő is elvárja. Ezen kívül a tudás az, ami muszáj, hogy érték maradjon. Pályáján milyen emlékezetes pillanatok fordulnak elő? Mert azt gondolom, hogy egy pedagógusi hivatás során rengeteg ilyen élményben lehet része, mind a pedagógusnak, mind pedig a gyerekeknek. Ha visszagondolok erre a majdnem 30 évre, akkor vannak nagyon szép pillanatok, de a legszebbek és a legértékesebbek talán azok a mindennapi kis csodák, amik történnek. Egy tanító életében, és így az én életemben is, minden nap történik valami, és minden órán történik valami olyan, ami csodálatos pillanat, amikor ragyogó szemmel néz ránk egy kisgyerek, és megért valamit végre, ami esetleg nehézségek árán sikerül, vagy alkot egy olyan dolgot, amihez én is hozzásegítettem, hogy sikerüljön neki, akkor azok a legcsodálatosabb pillanatok. Volt-e kiemelkedő tehetségű diák, akiket tanított? Igyekszem mindig megtalálni tehetséges oldalát azoknak a gyerekeknek, akiket tanítok. A kicsiknél sok-sok ügyes kisgyermek elindul, de nekem az iskola kezdés az, amit jól kell csinálni azért, hogy az egész életükben szeressenek tanulni, és jó élményekkel kezdjék el ezt a folyamatot,
Tehát ez egy rendkívül fontos feladat, és ebben része az is, hogy megtaláljam a jó és tehetséges oldalaikat. És amit a zenével és az énekkel kapcsolatosan fel lehet már fedezni a nagyobbaknál, abban igen, sok tanítványom volt már, akik versenyeken értek el jó eredményeket. Van olyan is, aki később zenei pályára került. Ebben nekem persze csak egy kicsi részem van, de hogyha egy pici is van, akkor megérte hozzátennem nekem is a fejlődésükhöz. A zenei pályán mozgó gyerekek, a jó énekesek, azok, akik hobbi szerint, vagy hobbi szinten űznek valami zenei tevékenységet, mind-mind remélem, hogy jó szívvel emlékeznek a velem töltött időre is. Biztosan így van. Ön mit javasolna a pályaválasztás előtt állóknak, hogy miért válasszák ezt a szép hivatást? Ez a hivatás azért szép, mert az, hogy egy másik embert segítek abban, hogy jobbá, többé váljon, az egy csodálatosan felemelő érzés. És ez az, ami örömet ad minden pillanatban. Természetesen megvannak a pálya nehézségei, de ezek az érzések, ezek az örömteli érzések, amiket említettem, ezek azokat felülírják. És ha mérleget készítünk, akkor olyan sok szeretetet kaphat egy pedagógus, és adhat, ami pótolhatatlan. És most térjünk rá a díjra. Hogyan fogadta az elismerést, és hogyan értékeli? A munkájában ezt hogyan tudja kamatoztatni? Nagyon nagy meglepetés volt ez a díj számomra. Karácsony előtt közvetlenül kaptam egy levelet, amiről bevallom, azt hittem, hogy egy kisdiákom írt egy karácsonyi üdvözletet, és amikor kibontottam és elolvastam, akkor szembesültem vele, hogy ilyen módon értékelik a munkámat, és nagyon hálás vagyok érte, azért, mert azok az emberek, akik körülvesznek az iskola vezetősége és a város vezetősége, is úgy értékeli, hogy tudok valami pluszt hozzátenni a feladataimhoz. És ez azért fontos számomra, mert egyrészt visszaigazolás arra, hogy amit csinálok, abban több jó is van, másrészt pedig nagyon nagy energiát ad a továbbiakra, hiszen egy újfajta energiaforrás, ami arra sarkal, hogy igen, amit csinálok, azt továbbra is kell, hogy csináljam, hiszen mások is látják ennek a hasznát. Gratulálunk mi is ehhez a díjhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést, a televízió képernyői előtt ülőknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra! Köszönöm, viszontlátásra!